1991 óta, október 1-én mindig az idősek világnapját ünnepeljük. Számunkra azt mondom, hogy ez egy meghatározó mérföldkő, hiszen az adventi ünnepsort mondhatnám, hogy itt kezdjük, hiszen innentől fogva lett egy kicsit meghitebb, pátoszosabb az életünk, hiszen nem is vagyunk olyan messze tőle, hiszen nem sokára elkezdjük azt is. Ezen a napon azt gondolom, minden napjainkban az idősek tiszteletben megbecsülése nagyon fontos, és mi mindent elkövetünk, gondolom, hogy ez az év 365 napján igaz legyen. A rendezvénynaptárunk évről évre bővül azokkal a rendezvényekkel, amelyekben minden generációt várunk és szívesen látunk. Ez a kohézió azt gondolom, hogy elkezdett jól működni, és minden más sem igazolja mindezt jobban vissza, hogy ezek a rendezvények folyamatosan teltházasak, és amikor nem csak korosztályoknak szól, hogy egy-egy korosztály szólítunk, hanem mindenkit, azt gondolom, akkor is visszacsatolások pozitívak, hiszen teltházas rendezvényekről tudok beszámolni egészen folyamán. Hányok a csontból, csak tisztán hátok, vagy hányok a gyalog, az oltár nem szabna bélem. Új műsorhoz új férfi kell, ezt ők sosem felejtik el. Ők nagyon aktívak, ők várják a megszólítást. Nagyon fontos, hogy érezzék a törődést, és ők nagyon hálásak tudnak lenni, és azt gondolom, hogy erőn felül teljesítenek, ha bármit kérünk tőlük. Yeah.